Sziasztok! Izgőzlér a roma vadász jelentkezik. Németország, Lipcse, 2024, második hó, 11. Na, unalmas vasárnap délelőtt van, benéztem a YouTube-ra. Biztos, aki esetleg még megmaradt követőnek, bár úgy látom, és nagyon örülök neki, hogy kerek 300-an vagytok itt a csatornámon, csinálok egy új videót, mert azért néztem, mert itt van mellettem, amiről ma szó lesz, többek között, de ez is arról, hogy miért tűntem el, bár mondjuk az nálam nem újdonság, hogy eltűnödgetek időnként, de most az a helyzet először is, hogy mit keresek én Németországban, meg Lipcsébe. Sikerült elhelyezkedni a debreceni BMW gyárba is, mivel ugye még épül a gyár, ezért kint vagyunk Németországban. Elnézést, a kicsit remeg a kép, mert így ilyen fél támaszkodva, ágyba heverészve készítem most ezt a videót. És így félkönnyéken nem tudom olyan stabilan tartani a telefon. De a lényeg, tehát a BMW-nél dolgozom, mint elektromos karbantartó, és ugye még nem épül meg a gyár, addig ott nekünk nem tudnak munkát adni, meg be is kéne tanulni a technológiát, ezért kint vagyunk németországi kiküldetésen, és ezért vagyok itt. Egyébként benne a belvárosban minden egy karnyújtásnyira van, és ami legfontosabb, legalább 3 vape bolt is itt van egy karnyújtásnyira, nagyjából 5-10 perc sétára. Ez lenne az első téma, amiről ma szeretnék nektek beszélni. Itt a lipcsei németországi helyzetet. Ugye nagyon megörültem neki, hogy itt nem weboldalról kell rendelgetni, bár lesz itt olyan liquid, itt a kis bemutató keretein belül, amit Berlinből rendeltem, egy ottani webshopból, meg vapeboltból, és van egy, amit Olaszországból, annak viszont megvan az oka, hogy ezt miért onnan. Na, tehát nézzük a boltokat. Itt a 2-3 van, a harmadikat még nem néztem, meg nem látogattam meg, ez egy nagyobb shopnak tűnik. De amit hirtelen van, van itt egy nagy bevásárló központ, a Höfe am Brühl nevezetű, ez kb. 5 perc sétára van ide, és ott van a Ricardónak, nem, bocsánat, a Ricardo nem ott van, hanem az Easy Vape-nek van egy boltja lenne a mínusz egyedik szinten. Nem túl nagy bolt, kínálat az elég jó, ott vettem most egy modot, azt most nem megyek el, nem mutatom meg, hogy milyen mód. De vettem egyet, mert kiosztam az L200-ot, és az brutális nagy, ami tank van nálam a Brünnhildához, meg az új szerzeményemhez a 6 millis 24-es FL Dwarfhoz. Azt is, hol vettem? Igen, azt is a berlini boltból rendeltem. No, de a lényeg, Easy Vape. Jó választék, vannak aromák, vannak longfillek, shortfillek, modok. Hát egy olyan átlagos választékot kell elképzelni lényegében. Náluk lehet kapni nikotinmentes alaplevet és nikotin boostert is, de jóval drágább, mint nálunk. Főleg az alaplé is drága, mert ugye itt is meg van adóztatva, de a nikotin az félelmetesen drága, tehát körülbelül kétszer annyiba kerül, mint nálunk a dohányboltba egy 10 millis. Úgyhogy brutális ára van, úgyhogy ha ide készül valaki, vagy jobban nézem szét, hát ha máshol kap olcsóbban, de nem hiszem, vagy podgyászba hozza magával, mert vagy ha kocsival jön, akkor nem érdekes, hogy hol hozza. De a repülővel jön, hogy a podgyászba jön, a 100 millis korlátozás miatt ki fogják vele dobatni akármit is hoz. Én most egy szörpen jártam így, mikor jöttem ki. Legutóbb. Na, mindegy, az nem ide tartozó téma. A lényeg, hogy ha hirtelen kell valami, akkor jó. A másik a Ricardo, amit itt az előbb említettem nekik. Két boltjuk van, egy a főpályaudvaron a Promenádon van egy boltjuk, meg itt a városközpontban van még egy. Heisestrasse, vagy valami ilyesmi neve van az utcának. Az egy jó nagy bolt, elég jól felszerelt, ott is van minden, ami szemszájnak ingere. Lehet kapni kis 10 millis kiszerelésben nikotinos készlikvideket is, de ez az a maximum, tehát a nagyobb mennyiséget nem adhatnak nikotinosban, nincs is nekik, hanem hogyha úgy van, akkor jön a maszek keverés. A harmadik lehetőség, amit most nem fog tudni névről sem megmondani, de van nekik weboldaluk, ott láttam a
nagyjából a boltot, ott is sok minden van lényegében. Ja, megvettem egy 4 ágyas X-Star töltőt is, 4 férőhelyeset is, valami 8000 forint körül volt, vagy valami ilyesmi, azt az Easy Wave-be sikerült megvásárolnom. Na, úgy nagyjából ennyi egyébként, ugye szokatlan itt, hogy mi is dohány volt, tehát aki mondjuk dohányzik, bárhol tud cigarettát venni, természetesen ugye ez a videó, meg a maga csatornás a dohányzás népszerűsítéséről szó, csak ha már szóba kerítettem itt ezt a dolgot, ugye sokan használják az IQOS-t, mert már valami mennyivel közelebb állunk a vépeléshez, de nem az az sem, ugye csak egy ártalom csökkentett dolog. Hát az is 2300-400 forint egy doboz, mondjuk Terea, ami nálunk 1990, ha jól emlékszem. Mondjuk legyen 2000 forint, nem is 2600 forint, 8 euró, na az a lényeg, 8 euró. Nem is, akkor még több, bocsánat, akkor 3200 forint. Na, jó, téma lezárva, menjünk tovább. Nem IQOS-ozunk, nem Tereázunk. Akkor nézzük azt, hogy mi az, amit nem is tudom, melyikkel kezdjem. Ez még azt hiszem otthoni beszerzés volt. Blendfield márka, szerintem senkinek nem mondtam újat ezzel a márkával. Viszont nagyon pozitívum az, hogy van nekik, ők is gyártanak már most már olyan termékeket, amit organikus termékek, amiket podokba is be lehet tenni úgy, hogy nem kell 2-3 naponta kihaigálni a podfejeket már, hogy elkokszolódott és hasonló balesetek érik, hanem olyan szűrési technikát, meg aroma ellenállítási technikát használnak, hogy akár 2-3 hétig is. Tehát majdnem úgy működik, mint egy jó szintetikus likvid, ami nem kokszol. Én ugye a dohányos vonalat képviselem, megerősítem, és két olyan dohányos aroma lenne most első körben. A Blendfieldnek először ezt mutatnám meg. A Blendfieldnek a Creamy Latakia, ilyen a külső kinézete a flakonnak. Creamy Latakia, 20 milli aroma van a palacba, és akkor ezt kell felöntenetek a naplével, és akkor kaptok 60 milliliter kész folyadékot. Elvileg nem kell érlelni, de ugye, mint tudjuk, minden aromának, vagy likvidnek jót tesz az érlelés, így ennek is jót tesz. Latakia, ugye sokan idegenkednek tőle, viszont itt ellensúlyozzák is egy kicsit, lágyítják a latakia ízét, ha jól tudom, sós karamellával, de hát csak sima karamellával, de mindegy. Nagyon jól összepasszolnak az ízek. Azt mondanám, hogy akár egész napos vépelésre is jó lehet, mert nem nagyon uralkodó benne a latakia is, és így nem okoz olyan telítettséget, hogy meg nem unod meg lényegében. Elnézést, kicsit meg vagyok fázva, az hangomban is hallatszik, mert néha egy beleszipogok itt a felvételbe, de ez van. Na, tehát Blendfield Creamy Latakia, ajánlom kipróbálásra, a dohányosok szerintem kedvelni fogják. Következő szintén egy Blendfield aroma, liquid, bocsánat, most már így liquid, de aromának mondom, mert ugye úgy érkezik. Ez a, nem biztos, hogy jól fogom kimondani, Chioddo Fizzo. Elég olaszos, bár ugye Blendfield is egy olasz gyártó. De ez egy érdekes aroma egyébként, dohányosoknak erősen ajánlott, meg igazából azoknak is, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Van egy jó kis füstös hamutartó feelingje a dolognak, és lényegében, ha jól emlékszem, akkor Latakia az biztos, hogy van benne, ebben is természetesen. Ha jól emlékszem, Perik és egy Katerini nevezetű dohány. Ha most ezt a Katerini dohányt igazából nem ismertem eddig, és hát most már számomra kiderült. Igazából ízre nincs vele probléma, nagyon kellemes, egész nap szívható likvidről beszélünk, viszont van egy olyan eszméletlen lóhúgy szagú istáló szaga kifújáskor, hogy az valami katasztrófa, tehát büdös. Zárt térben, aki van olyan ismerős, vagy bárki, nem bírja, ne szívjátok, mert ki fognak benneteket zavarni.
eszméletlenül istálószagú, ilyen tömény ammóniás istálószaga van kifújva. Az íze az frenetikusan jó, de a szaga az egy bosszanat. Egyszer egy beszörmény, ajtó beszörmény ismerősöm mutatott nekem egy ilyen, a szintetikus volt egy USA mix, vagy nem tudom, valami ilyesmi, annak volt valami ilyen de inkább disznó szaga volt, de az íze az is valami nagyon jó volt. Tehát érdekes ez a íz és illat kombináció némelyik likvidnél. Hát ez ilyen. De mondom még egyszer, nagyon finom, egész nap simán fogyasztható aroma, mutatom még egyszer. Tehát ez a Chioggia Fiso, nem tudom, hogy kell, nem vagyok olasz, nem ismerem az olasz kiejtést. De próbáljátok ki. Nem tudom, kitől, honnan rendeltem, idézőjeles magyar webshopból rendeltem. Ja, és ugye még van egy szintén, ami úgymond hazai beszerzés, azt hiszem, vagy nem, nem tudom. Ezt már ismeritek, ezt már sokan bemutatták, Őzvér Paraszt is bemutatta, sokan bemutatták, GBC, Tregocse. Nem azt mondom, hogy csalódtam benne, lehet, hogy túl nagyok voltak az elvárásaim a videók alapján, amit láttam róluk. Szintetikus dohány, száraz dohány, füstös, vagy jobban mondva pirított jegyekkel. És vagy még egy kicsit többet kéne érni, ez most éppen, ami a kezemben van, ez egy ilyen, jó, azt nem mondjuk. Ez egy ilyen 3 hetes történet. Megmondom őszintén, én nem vagyok tőle túlzottan lenyűgözve. Ennyi. Jó, mert el lehet szívni, meg úgy egész nap elpöfékelgetni, ha nincs más, de nekem nem. Valahogy nem igazából. Lehet a nagy elvárások, nem tudom. Na, de jöjjön az a utolsó két likvid, ami szintén a olasz mesterektől származik. Ugye a fő és nagy kedvenc gyártom, a La Tabaqueria. És rögtön kezdek egy olyannal, amit igazából többen is ismerhettek, amíg volt ugye az Aroma Paradise és létezett náluk 10 millis koncentrátumban lehetett kapni ezt az ízt. Amit most ugye, hogy ők megszűntek, más meg már nagyon igazából nem erre állva erre a La Tabaqueriás vonalra, amit nagyon sajnálok, és főleg ezt a változatot nem nagyon találtam meg otthon, így nem otthonról rendeltem meg, viszont amikor volt aromában ez az ízem, akkor én ezt nagyon szerettem. Ez méghozzá a La Tabaqueriának a White Harmonium nevű remek műve, mondhatjuk így is. De mutatom a palackot, ugye ez a White Extreme Four Pod sorozat. Bocsánat. Ugye ők is, a La Tabaqueria is kitalált egy új eljárást, amivel készíti az aromákat, hogy a podhasználók is tudják élvezni azokat az ízeket, amiket ugye az újraépítős tankkal rendelkező véperek. És ugye kifejlesztették ezt a úgymond új termékcsaládot. A színe az ilyen, ez is körülbelül egy 3 hetes történet, ami itt a kezemben van. Egy biztos nem kokszol, ez biztos, hogy nagyon sokáig bírja nekem is a tekerés, akár a Brünnhildába, akár a dvarba. Viszont van egy nagy észrevételem ezzel kapcsolatban. Ez már nem olyan, mint ami régen volt a 10 millis koncentrátum. Valahogy gyengébbek az ízek. Először azt hittem, hogy esetleg én tekertem meg rosszul a dvarvot, vagy nem jó a dvar, vagy valami, mert nem azt az íz hatást hozta, amire emlékszem ezzel az aromával kapcsolatosan. Viszont, tehát a pozitívum vele szembe csak ennyi, hogy nem kokszol, de gyengi az íz. Kipróbáltam Brünnhildába is, ugyanez, tehát ott se találtam meg. Meg lehet úgy különböztetni az ízeket benne, tehát a dohányt és a kókuszt, meg a magyarót, meg a nem is tudom, mi van benne. De jóval gyengébbek, nem tudom miért, de jóval gyengébbek az ízek, mint a 10 milli saját koncentrációba keverésnél. Én mindig általában a La Tabaqueriákra 10%-ba kevertem be, de nem találom. Tehát mikor így pucin is, mert meg szoktam így kóstolni simán bekeverés nélkül is az aromát, úgy csöppentek az ujjára, megnyalom, hogy mégis mi az, ami
ízt várjak majd, hogyha beérik, vagy bármi, nem, közelébe sincs valamiért annak, amire emlékszem. Tehát egy picit csalódás, de viszont kellemes emlékeket hoz föl az íz, amit érzek, még a halványabban is, mint ahogy megszoktam. Mutatom még egyszer. Magyar webshopban nem találtam egyikbe se. Ezt egy olasz, azt hiszem Tiszvapótól rendeltem. Hát, hogy nagyjából egy hét alatt itt van. Németországban, Olaszországban GLS hozza. Nem azt mondom, hogy rossz. Kicsit csalódás. Ennyi. Na, és akkor jön még egy letabakéria. Erre mindig is vadásztam és kíváncsi voltam, mert ezt abban az időben is mindig hiányzik volt nem a letabakériánál, hanem az aromaparadáznál. Mégpedig ez a Caput Mundi latabakériának, ez a Grand Reserva sorozatból a Caput Mundi, mutatom. Ez egy igazi jó dohányos aroma. Kérem szépen. Angol keverék lényegében, arra hasonlít. Jó kis testes, kicsit füstös, nagyon jó. Egész nap simán lehet szívni, leszokáshoz nagyon jó. Nem tudok róla más mondani. Vegyétek meg, próbáljátok ki. Tiszvapó. És nem tudom pontosan, szerintem beírjátok ezt, hogy Tiszvapó, és akkor fel fogja dobni az oldalt. Jól megszor Magyarországra is szállítanak, de azt azért nézzétek meg. Ide tuti. Németországba, hogy mutassam, hogy még látszódjon is. Így. Na, úgyhogy ez a helyzet. Itt jelen pillanatban 16 percnél járok. Mit mondják még nektek? Hát hallom itt meg, látom a híreket, hogy Magyarországon elkezdődött a hülyeség ezzel a vapor webshopoknak a blokkolásával. Hát most erre most mit mondjon az ember? Hát, most mondjam azt, hogy várható volt, hogy ki akarják csinálni ezeket a lehetőségeket, és ugye hát próbálnak az emberek mindent kiskaput keresni. Ugye itt is megtalálták sokan, meg ugye jöttek az ötletek, hogy VPN-en keresztül fog működni, tényleg működik. Itt nekem ugye ezt nem kell, mert itt is letiltva Németországban ezek a webshopok, tehát én innen simán elérem őket. Otthon meg még nem néztem, meg nem próbáltam, de az én is feltettem egy ilyen VPN programot, amivel lehet át lehet venni a rendszert. No, hát akkor körülbelül ennyit szerettem volna most ebben az új kis videóban közölni veletek. Csatornát visszaalakítottam, ugye, aki esetleg nézegette, hogy hol vagyok elveszve, vagy van-e új videó, vagy nincs, vagy akármi. Ez láthatta, hogy kicsit olyan BMW-sre próbáltam venni a figurát, de nem jött össze, mert egyszerűen még mindig nem kaptam választ a HR-től, hogy csinálhatok-e, vagy ilyen jellegű videoblogot, vagy nem, úgyhogy hagytam a fenébe, visszaállítottam a régit. Tehát címbe meg tartalomba is visszakerült, minden rendesen töröltem azt a lejátszási listát, amiben elkülönítettem a két témakört egymástól, bár nem nagyon kell őket elkülönteni, mert a BMW-s témakörben nem készült egyetlen perc videók se. De mindegy, az oldal a régi, még majd lecserélem a csatornaképet, vagy azt a szalak, mit tudom én, minek hívja a Facebook. Olyan, jó Facebook, YouTube, hát mint a borítókép, hát borítóképet. És akkor visszaállunk a régi tartalomra. Ezt talán lesz valami újdonság, majd jelentkezem. Na mindenkinek kellemes vasárnapot, meg jó hetet jövő hétre, meg jövő héten kint vagyok, aztán megyek vissza Magyarországra, mert képzés lesz. Na most ilyen szaladgálós üzemmódban vagyunk most már, hogy egyszer itt, egyszer ott. Na, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha van ismerősítek, akikre érdekel ez a téma, annak osszátok meg. Akár a videót, akár a csatornámat is hozzátok, mint új feliratkozót, és legközelebb jelentkezem, hogyha nem ígérek semmit. Lesz új téma, lesz új aroma, lesz új bármi, akkor jelentkezem. Sziasztok!